Nagyon izgatottan vártam én is, és a csapattársaim is. A Kupa döntőt nagyon keményen dolgozott az egész keret azért, hogy eljussunk a Kupa győzelem lehetőségének a kapujába. Nagyon jól ment a játék, nekünk szinte minden össze is jött, amit terveztünk, így természetesen nagyon boldog vagyok, hogy megnyertük a döntőt. A csapattársaimtól és a szurkolóktól tudom, hogy nagyon régóta várta a város egy ilyen sikerre, örülök, hogy én is részese lehettem ennek. Örülök, hogy én lettem a döntő legjobb játékosa, de nem értékelem túl ezt a címet. Természetesen megtisztelő, próbáltam jól játszani. Ha mások is így látták, hogy ez sikerült, akkor az örömmel tölt el. De most már csak a következő mérkőzésre kell koncentrálni. Engem már ez foglalkoztat, mert nincs vége a szezonnak, most jönnek a bajnokság középső szakaszának igazán fontos meccsei, aztán pedig kezdődik a rájátszás. Úgy érzem, nagyon kemény csata előtt állunk, szerdán ismét a szolnok lesz az ellenfelünk, számukra biztosan komoly presztis kérdés lesz ez a bajnoki. De hát ebben a szakaszban már minden meccs nagyon nehéz, keményen kell készülni mindenki ellen. Az biztos, mi már megmutattuk, hogyan lehet legyőzni a szolnokot, ha újra ilyen hatékonyan tudunk támadni és zártan védekezni, akkor nem kaphatunk ki.